Amikor a Nyíregyháza Spartacus elleni felkészülési meccset játszotta a Sényű, 20 fordulót követően 20 ponttal a 17. helyen állt a csapat a keleti csoport tabelláján. Ennek ellenére sem voltak feszültek a klub vezetői és edzői, akik bíztak abban, hogy tavasszal a sérülés után visszatérő játékosokkal elindulnak felfelé a táblázaton. Jól is kezdte a bajnokság második szakaszát az Imrő László Fiumei Viktor páros által irányított együttes, egy döntetlen után 4 győzelem következett. A későbbi bajnok BVSC Zuglótól elszenvedett vereség után megint jött egy 4 meccses győzelmi széria, és akkor már a tabella első felében jegyezték a csapatot. Az idény vége is szépre sikeredett, az utolsó 3 meccsen 9 pontot szereztek kapacináig. Végül elérve a bajnokság elején kitűzött célt, a legjobb 10 között egészen pontosan a 8. helyen zárta a szezont a Sényű. Így utólag visszagondolva most már nyugodtan kijelentem, hogy tényleg nagyon rendben volt a tavasz, mi végig bíztunk ebben. Végül is arra nem számítottam, hogy ilyen jól fogunk szerepelni, ez meglepetés volt. Főleg a tavasz első felébe mondhatom, hogy nagyon nagy skalpukat gyűjtöttünk, akár idegenbe, akár hazai pályán is. Tényleg olyan csapatokat vertünk meg, ahol esetleg elfogadható lett volna simán egy döntetlen is, vagy esetleg például idegenben még egy vereség is benne lett volna. De hál' Istennek sokszor bravúrral, de hoztuk ezeket a mérkőzéseket, aztán ugye lendületbe jött a csapat, és így a végén egy elég szép 8. hely kerekedett ki ebből. A Sényű 13 vereség mellett 9 döntetlent játszott, és 16 alkalommal hagyta el győztesen a pályát. A 3 pont megszerzése több alkalommal párosult látványos játékkal. Nekem nagyon sok mérkőzés tetszett, ugye tényleg a Kőrös Ladányt tudnám, ahol nagyon jól játszottunk, és 2-szer is vezetett az ellenfél, és nyertünk 3-2-re, vagy például a vége fele a Vasas elleni, egy erős, nagyon erős Vasas 2 elleni idegenbeli győzelem. Viszont ha egyet úgy nagyon ki kellene emelni, nekem a tiszaújvárosi meccset emelném ki, ami nem megbántva Tiszaújvárost, egy eléggé sima mérkőzésre sikeredett, viszont ott játszott a csapat a legjobban. A sényői játékosok már a pihenőjüket töltik. A tervek szerint nem lesz változás a kispadon, és nem várható jelentős mozgás a játékos keretben sem. A felkészülést június 26-án kezdi el a zsinórban 6. NB3-as idény előtt álló Sényű.